Jó reggelt, Vietnám, üdv a csatornán, jobban mondva jó estét, Finnország. Na, és kacok, ugye nem is tudom hány óra van, azt beszéltük meg, hogy ma dolgozunk egy kicsit. Még csak 9 óra van, vagyis 8 óra múlott. Arra gondoltam, gyorsan kéne enni, fürödni, ilyesmi, és akkor utána csicsikálni egy kicsit. Na, hova akarok menni? Ja, gyorsan megállítom ezeket a dolgokat, kéne akkor... Az elvés az nem annyira, csak szomjasak vagyunk, meg akkor pisilünk egyet. Ja, nem tudom, hogy kell fürödni még mindig, úgyhogy a sorry. Oké, az megvan. Oké, mindig itt iszok mi. Na, P. És akkor megyünk szippantós munkát vállalni. Mindegy, ne hadcsörögjön. Nekem az a szippantós munka, az nekem pont bejön. Úgyhogy ezt hanyagolom is ezt a dolgot. Csütörtök van már, és még mindig nem tartunk sehol. Pisi már, rázogass meg a végét. Erről eszembe jut egy vicc. Amikor a szomszédasszony látja, hogy a szomszédban a férfi pisilés után, kint az udvaron, mondjuk a kertbe, megrázogatja a farkát. És akkor kérdezi tőle, hogy szomszéd, ez nem lett valahogy, fölveszem, leteszem, na. Hogy mennyi kakaival is ihan täyntaaset, tolseks putsailemaaset. Ajaj, ott is kell izélni, bazze. Az milyen település? Perajarvi-ba is kell, és Loppe-be is kellene. Perajarvi-ba és Loppe-be is. Nem írja ki... Valaki lopja a sör, gyerekek. Na. Perajarvi-ba és Loppe-be is kell. És hogy innen jövünk ki, akkor balra, arra is föl, vitézek a csatára. És Loppe. Hát, ez mi az az ízéz vonal itt keresztbe? Ezt nem értem. Loppe. Hát nem jövök rá. Tényleg itt lakok egyáltalán? Mert már abban sem vagyok biztos. Na, alvás téma legyen. Tényleg nem vagyok benne biztos. Hol lakok én, gyerekek? Egy balra kivegyek, itt van egy ilyen hurok, ugye? Itt van egy ilyen pici település. Akkor attól még éjszakra, balra fordul az út, és egy ilyen Y-elágazás ott kell lennie. Nem vagyok, ott kell. Nem tudom. Nem értem. Biztos. Jó van, aludjunk. Alszik a kipör. Jújj, belástük az agyba. Na. Mit akartam? Ja, ott is szippantanik a másik helyen is. De ezt hova tudom leengedni? Azt se tudom, hallod? Hol, bele valami vízbe, vagy akárhova, vagy hova? Vagy haza kell hoznom? Hű, gyerekek. Na, ez most nem lesz egyszerű. Hány óra van? Reggel 6. Ébredek. Kiugrom az ágyból, végre péntek. Na, izé van. Ja, Loppe. Ez mi az zöld? Az erdő? Kimenni balra, huroknál fel balra. Egyenesen. És akkor ott egy Y-elágazás. Balra és arra is lehet menni. És ott kell akkor elvileg, ott kell szippantanom nekem. Meg ott is kell abban a helyen. Na jó van. Van meló bőven, adjuk neki. Régen hadd van. Ez meg akkor marad. Ennem nem kell. Kéne egyet bekapnom egy kaját. Jó az. És most még szomjasok lettünk, nem baj. Hon van az izé? Han van a szippantós verd a gyerikék? Ja, ezt írtátok, hogy ez elindul a motor, csak nem nyitottam meg a benzincsapot. Várja, akkor hol van az? Hát, hogy csak fölülve megy, várja. Ne! Fölült a verda. Oké, és akkor meg kell nyitni, azt írtátok a csapot. Ez az, és akkor most próbáljam berúgni, ugye? Most nem látok rá. Mi ez? Gyerekek, betette vagy, belefulladt. Te hülye vagy? És te szóval komoly. Nincs valami lampa? Te
Vettem neki egy harmadikat, ez a harmadik. Negyedik. Négy, ennyi, ennyi a vége, gyerekek. Hol van a szippantós verda? Na, megszalad, refele szalad a verda, gyerekek, szalad. Itt kapcsolom a motor. Én már gurulok. Ez nagyon király, most tényleg gurul. Végre valami fizika is van a játékban, mi? Ó, van, hát tudjátok, mi lettünk koszosabbak. Hát a begurulunk, jee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 e
király. Hát ezzel nem kell menni sehova szerintem. Super, super dízel, vagy turbo dízel, igen. Hát ezt nem tudom, hogy fogom irányítani, fogalmam sincsen. Szépen beugrottunk, csapjuk be az ajtót. Jó. És akkor Enter Driving Mode. És akkor megnézzük az összes műszert, mindent. Először is. Közelítés. Az mi? Hőfok. Az micsoda? Ez szerintem fordulatszám. Az üzemanyag. Olajnyomás. Baromi nagy kilométer óra. Meg mi az tahográf középen? Töltési szintjelző és... Az nem tudom micsoda. De ha tippelnem kéne, azt mondanám, hogy... mi az? Mi az? Hogy nevezik? Tudom ám... légnyomásmérő. Itt van egy csomó kütyű, kapcsolók, indító, ez mi semmi, lámpa, differenciálzár, hátsó tengely, emelő, hidraulikus pumpa, ablak törlő, és váltó. Jó. Indítsunk. Ugyanúgy izzítani kell, gondolom, ott az izzítás, olajnyomás, parking brake. Hát Klára, arra menjen hátra. Ezért keresem. Parking brake. Hoppa, hoppa, hoppa. Oké. Okay. És akkor indíthatunk is szerintem. Jó, elindult. Kicsit pöccögtetni kellett, várja. Még korán van, dobjunk egy kis lámpát. És akkor mehet a... váltó. Jó az. Menjünk aztán, gyerekek, akkor megpróbálunk szippantani. Milyen koszos az üveg? Hogy kell kiütni az üveget? Idegesítő. Várja. Ugye kicsapom az üveget, komolyan. Ez... Mondjuk akkor esik az eső, akkor meg azért lesz rossz. Meg azt megnéztem, hogy az errel tudsz váltani hike és low között, ugye, felező és nem felező között váltóra. Úgyhogy most simában vagyunk ötbe. Úgyhogy vissza is veszem, mert sok neki. Egy picivel, mint hogyha irányíthatóbb mint lenne, mint a furgon. Sőt, ott van, megyünk, gyerekek, egész kellemes a verda. Csapjuk neki. Nem hagytunk otthon semmit, sört hoztunk. Kaja annyira nem fontos. Megnézzük, mennyit kapunk egy ilyen melóért. Cippantásért. Aztán még egy-két munkát lehet, például fát lehet szállítani. Meg fát vágni, meg ilyen traktoros munka, meg ilyesmik vannak. Teljesen nem vagyok benne biztos, vagy nem ismerem annyira, hogy tudja ma, hogy milyen munka volt. Gyerekek, bemerjem kapcsolni így a rádiót? Ez az, gyerekek! Nancy, Zoli és a Kártel! Pont vége lesz! Én mindig csak két zenét raktam be. Ja, tudom, mi volt az egyenes vonal. Szerintem az izé volt, vasúti sín. Vasúti sín, amiket vágja. Vasúti sín volt. Soha nem nézek körül. Előbb-utóbb biztos, hogy az lesz, hogy összetörem a Verdát. Na, itt van egy kereszteződés, gyerekek. Lope, oda akarunk menni, hogy Lope. Megnézzük.
Lope 3. Az ifa meg szétes. De megyen az ifa. Okidoki, hello baby! Gyere ide, köszönjél szépen a nézőközönségnek! Éppen megyünk. Szóval mit megyek? Hova megyek? Izét szippantari. Ganyét. Szippantos kocsiba. Csá! Fekete fúvar. Elvileg akkor a következő kereszt... Nem a következő. Most kell lennie annak az Y-nak. Ja, nem az Y-nak, hanem a huroknak, ugye? Na, itt a hurok. Itt balra, és a következő kereszteződés. És torkek! Szerint mind marhát. Magasak a tarifák. Gyerekek, ezzel lehet menni rendes, hát fenn nem megyünk. Sokkal jobb, mint a másik verbe. Sokkal. Felbolvas karifa. Ajajajajaj, nem itt? Nem hiszem. Megnézzük? De nem ott egy hármas elagadás volt. Gyerekek, ez indul izében, négybe is. Négy-négy többet nem merek kapcsolni. Yeah! Várj, mi ez? Magikó. Hoppa, hoppa! Hát most nem tudom. Ez egy szar, hogy nincs térkép. Faszika, amit itten hétverezik. De ennek nincsen idő, hogy pöcegödre. Hello, Javier, mi? Adj egy sört. Jaj, te! Sanyi, várj, hogy kell bemutatni? Nem tudom, elfelejtettem. Hűj, ezt nem akartam. Jé. Nem tudom, nem akarok lecsapni neki egyet. Azt nézem, nincsen izé, pattyantós WC dugók húzója. De úgy látom, nincs. De jó néz ki az autó. Egyébként itt a hátsó tenger, szerintem ezt lehet leengedni, hogy terhelve vagyunk. Sokat szarozok. Nem foglalkozok. Ennyi a szájban, a vertában, vagy nem szájban, is felvesse. Szájban, a vertában. Nem igaz. Vasút átkelő. Még a gyermek. Lóri, te tudod. Majd rakok bele több zenét is, csak még nem volt idő. Tudod. Ja, közepe az óra. Most nézem. Ezért van már 8 óra. Végre legalább van a Verdaba óra. Vagy akkor valamilyen Y-n elágazásnál lesz az orosz itt pontani kell. Sokan azt írták, hogy nagyon szar a fizikai játék, mert szerintem barabb jó. Figyelj, idejében mész 90-nál, ne csodálkozz rajta, hogy lepattasz az útról. Ennek ez a 60-70-es tempó, ez sok. Na gyerekek, itt valami van.
Ne! Fogom bazdra, nekem jött a hülye. Most azért mi van? Kapok büntetést vagy bármit? Hát öcsém, nekem durrant ott. Nem tudtam jobbra lemenni, mert ott volt a víz, pont. Te tudod. Na figyul, amíg jól, akkor ez lesz az? Ez nem veszhető az Y-nak, ez az bazdra. Megnézzük. Nincs valami íze, hogy beszélgetni, vagy valami csoda? Szondja, hogy... hit push finger urina. Hit... Ó, mi az a hit... Ó. Ja, hogy? Haver. Nem neked kell le? Valamit csinálni, nem mi? Megnézzük, gyerekek. De van egy ilyen. De azt nem... Aha. Ez lesz az akkor vajon? Máshol nincs? Talán ez lesz. Jó, ide betolatom. Nem tudom, remélem, gyerekek. Hanem akkor ciki. Ingyen dolgoztunk. Ez a... Beszáll a... Szájában van, bore? Jó, egy diffizárat nem igen akar menni. Jó, megnézzük, mi van. Ez elég szarul vagyok itt még. De rúgott mind a disznóval. Kicsit jobbra kéne szedni, azt a házsarkához visszatolatni. Lehet, hogy nem ér le a kötél, várjátok, hát ez... Meg tudom nézni, nem van beleesek. Ó, hát ez fullon van, figyelj, de eddig van szarral. Jó, akkor ez, ez biztos, hogy ez az. Nehéz beszállni a verdákba, arra rájöttem. Sajnos. Mi van? Ja, parkoló break. Vagy parkoló break, hülye vagy? Meg kell fordulnom, már azon gondolkodok ilyenkor. Jó lesz ez, jó lesz ez. Mentünk előre. Csúszik ez a gép, mint a disznó. Megnézzük. Még előbbre is balra szedjük, talán jó lesz. Hát, mondjuk, szerintem jó is ez itt. Na, csináljuk. Megnézzük. Ennyi? Föl is raktam? És hol a vége? Meg kell fogni? Mi van?
Azaz bele kell ide dobni, csak nehogy beleessek. Porázok, hogy beleessek. Ha jó, ez így? Nem hiszem, hanem még jobban bele kell dobni szerintem. Aha. Ez baromira megvan csinálva, gyerekek, a szart kell vinni. Szorvitel, szorvitel. Olyan, mint az invitel. Olyan, mint az invitel, csak éppen szorvitel. Beleküldöm az egészet. Aj, de jó lesz. És akkor most be kell indítanom a hidraulikus pumpát, vagy mi? Vagy itt van valami kezel összef? Itt, aha, itt meg ki tudod engedni, hallod? Belengedem majd valami ízébe. Valami tóba vagy valahova. Itt van a pumpa, ez mi ez? Van itt egy óra. Nem tudom ám. Megpróbáljuk, jó? Van itt, volt itt egy olyan, hogy hidraulikus pumpa. Csak ez a... Jaj, ne, ez a beszállás, öcsém! Mit nem csinálok jó, hogy ez nem száll be az Istennek se? Na, hol van-e? Majd történik. Aha, jó, csinálja. Jó, jön gyerekek, királyok vagyunk. Mennyi pénzt kapunk ezért? 1560. Faszikám örül, remélem. Nagyon király. Na meg van csinálva az gyerekek. Meg van csinálva, mi? Szépen víz lefedjük majd újra. Picit félek, hogy beleesek. Még megy kifele? Aha. Ugye nem szólt meghalni a játékba szerintem, hogy ide beleesnék, nem nagyon tudnék kijönni se. Még mindig megy. Hú, nagyon szomjasok vagyunk, gyerekek, elmegyek, iszok egy sört addig. Nem már! Én hülye! Nem akartam aludni, bassza meg! Ez már biztos végzett, bazza, aludtam is egyet. Gyerekek, aludtam egyet úgy, hogy ment a verda. Na most, hogyha nem fogyott ki az üzemanyag sor. Jó, nem fogyott ki. Nézzük meg a fickót, mint csinál. Aha. Tartja pénzt, 1500 van, vagy mit csinál ez? Tökem 1200-at ad, ez nem olyan rossz akkor. Rosszabbra számítottam. Kihúzom. Nem tudom, hogy kell, hogy tudom felrakni egyébként. Ez még magas nekem. Ne essél vissza, baszod. Jó. Visszarakom a fedlapot le, hogy leessek. Úgy. És akkor ezzel mi a szart fogok csinálni? Az kinyitja. Aha, hát ez érdekes. Szóval, hogy fogom én ezt fölvarázsolni oda? Ú, te Isten.
Gyerekek, ezt valahogy föl lehet rakni? Csak a csövet mutatja, itt... Kezelőtt volt csatlakozás. Nem akar lejönni, figyelj! De, lejött, jó, lejött. Nem, fogalmam sincs, hogy tudom ezt ide felrakni. Ez a durva, hogy átesik rajt. Ha mi a szar csinálja, könyv gyúrjam be a kabinba, vagy mi legyen bele? Te gyerekek, van egy ötletem, fölcsatlakoztatom. Vazd meg, fölcsatlakoztatom és izélek. És végighúzom, amerre megyek. De kit érdekel, nem? Ha nagy baj, nem történhet vele. Gondolom nem szakad el ez. Az annyira nincs megcsinálva, gondolom. Az nem tudom, egyáltalán vissza lehet-e oda rakni. Lehet, hogy kárgót leszedni. Hát nem tudom, gyerek. Talán, nagyon bízom benne, most jó, megjegyzem hol van. Nagyon bízom benne, hogyha esetleg ugye másik munkád vállalok majd, vagy újra töltöm a mapot, akkor ez visszakerül a helyére. Ha nem, akkor itt van, és majd valamit kitalálunk. Nem tudom. Tényleg ez egy parázok miatta. De ez van, jó. Ezt meg akkor el kellene tüntetni, igazából mehetnénk haza is, nem? Jó, menjünk haza. Nincs bekapcsolva a differencia zár. Nincs. Jó, gyerekek, húzunk haza, mint a barlibák. Ezt megcsináltuk, akkor van 2700-unk. Lehet, hogy rendelni kell a kocsihoz valamit majdnem. Nem tudom, hogy mi az, ami elengedhetetlen. Ó, itt csak csávó, akit lelöktünk az útról, bazen. Juhuuuj, bocs haver. Tudom, gondolkodok, a hátsót engedj, ne engedjem le. Leengedtem. Remélem, hogy nem árt neki. Gyerekek, kormolunk, mint az őrültek. Jó, 5. Háj, göd, gyerekek. Csinálunk egy kis sebességrekordot. Meg vagyunk rakva. Kicsit nehezebb a verda. Te vagy én. Lowry the Tudor. Érezhetően nehezebb a verda, nem nagyon akar kigyorsulni, de lefele viszont. Ott van. Hát fel. Miért nem gyorsak vagyunk? És csúszik. Ugrat és csúszik. És meg is baj megfaltunk. Van gyerekek, kicsit vegyünk vissza a fiatalos rendületbe, mert majdnem ide fökerődtünk. Szerintem egy-két táblát kivittünk, most mondtátok, hogy ezeket nem lehet összetörni. Így bátor vagyok. De gyerekek, ez nem akar fölmenni ezen a dombon. Hallod, terhelve. Terhelve nem szereti. És van még egy melóm. Amúgy a következő városba is. Így meg tudnám azt is csinálni, és lenne egy kis lóvé. De lehet, hogy rendelek valamit. Nem tudom, hova kell menni a csomagért, vagy mit tudom én, hogy ide küldik, vagy hogy van. Ott van 5.
Elkezd csúszkálni, az a baj. Ez csúszkálni a Verda. Hát fel, ne szépen lehet hasítani. Hopsz! Itt kell jobbra venni. Satufék! Itt van az ajtó, hülye vagy kifel. Megfordul ez még egy... vagy egy ívbe? Hogy ne fordulna? Ugye összetörni nem törheted össze Verdát, ezeket viszont megholhatsz. Benne ugyan ütközés, halál. Unálunk meg dörög az ég, gyerekek, nem ahogy lesz. Elmegy az három téma. Csúnya a színe. Mondd a szerint, amíg meg nem halunk. Miért a sofőr? Fekete puvar. Mindjárt ott hol vagyunk. Elvileg erre. Fejlek, feketék, kis tarkák, Mohamed szerint mind marhán. Magasak a tarifák. Kicsit fogyott az üzemanyagú. Félek mind az állat ebbe a Verdába is. Főleg ilyen nagy sebességgel. Hát fenne húzunk. Aha. Hova kell kijöntenem, most tudom filózot. Remélem, hogy jó fele jövök azon is. Mind a két oldalán víz van, valószínű, hogy jó helyen vagyok. Tettem neki még egy sebességet. Sebességrekord, gyerekek, 80. 80. 80-na megyünk. Drift, drift, drift. Majd meghaltunk megint. Drifteltünk. Megjöttünk. Kapcsoljuk ki a rádiót. És nem tudom, hol önthetem azt a szart. Hát próbáljuk meg akárhol, csak így figyelj, itt van egy kis mocsárvíz. Megpróbálom ide lementeni, jó? Azt a betyár. Parking bake. Bake. Baking bed, na. Szaljunk. Oké, jó van. Fú, basszus, szét is terül. Fúj, de gucs, istenem. Kiöntjük a szort ide. Nem csesznek meg minket a környezetvédők, vagy valami? Írjatok már meg majd valami csoda. Ennyi volt, ez tök jó. Gyerekek, úgy kell izélni. Ez nagyon jó volt, ennyi volt. Így kell pénzt keresni. Szóval ugye a valóságban is nagyon jól működik. Sokan csinálják. Nem tudsz beszállni itt, te isten. Várja. Te most komoly vagy? Álljál föl. Nem csak. Nehogy ez legyen. Nehogy majd szibas. Ilyen aprósága, hogy nem tudok beszállni emiatt, mert ez az ajtó becsukódik.
Te fiú! Be akarok szállni! De ez, na jó van. Ezen a beszállással lehet valamit kezdeni, mert... Igen, ez őrjít meg. Na végre, te fi. De Isten, ez beszállás, ez szolál. Menjünk. Jaj, de jó, megjöttünk. Szippantos autót egyébként minek vigyem oda hátra? Jobb lenne nekem az itt elől, nem? Tök fölösleges oda vinnem, inkább itt elől legyen ház előtt. Például itt nekem ez tök jó lenne, itt. Valahogy így. Parking brake. Gyújtás. Kiszállás. Ajtókat beteszem, mert a másik oldal még mindig nyitva van. Úgy. Jó van, srácok, ez meg vagyok. Úgy szomjas vagyok, várja már, iszok valamit, mert... Hogy szomja halljunk. Nem tudom, egyébként lehet-e szomja halni. Jó van, srácok, kerestünk egy kis pénzt. Következő nap szerintem... Annyira van? Nincs még este, még tudunk dolgozni. Jó, dolgozunk még majd. Következő részben. Kocsin, meg még ráadásul rendelünk akkor valamit. Írjátok meg, hogy kb. Mit érdemes rendelni. Ja, közben gondolkoztam, hogy lehet, hogy azért ugye nem tudtam berakni a kormány dolgokat, nem ártana berakni kormány oszlopot, meg mindent, és akkor tudnám irányítani. De innen mindenképp kibontatom, azt valami lesz majd. Na, köszi szépen a figyelmet. Jók legyetek, csácsumi cső tiszta. Rakok be legközelebbre zenéket, hogy ne csak ezek legyenek, jó? Na csá!